Ne hagyjanak magamra! Nehogy az történjen, hogy itt ketten maradunk Havranek képviselő úrral a teremben, mert... meg a televízió, mert ez... komoly konzekvenciák az. No most, én azt gondolom, nem szabad ezt alábecsülni se túldimenzionálni se, közéleti szereplőknek ez a sorsa. A távozó Prodi kormány egy napra föltette az olasz adófizetőknek az adó befizetéseit. Egy napra megnyitotta az adóadatbázist. Azt hiszem, hogy 1-24 óráig se tartott, és hát óriási érdeklődés jövesz. Tehát egy olyan országban élünk, ahol mindenki szeret a más zsebében turkálni. Engem momentán abszolút nem érdekel, hogy kinek mennyi pénze van. De azt tudom, el kell keserítenem képviselőtársaimat, hogy ez sok mindenkit fog érdekelni, és sokan fogják ezt nézegetni. De nézegessék, ezért nagyon örülök a kezdeményezéseiknek, amit Havranek képviselő úr fölvetett, azt Fekete képviselő úr jól kiegészítette, ki mennyi adót fizet. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ráadásul kiderült, hogy pont a kezdeményező nem tekinti a jövedelem részt pontos kitöltésre alkalmasnak, úgyhogy ez így tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenki számára jósult el. Na most, annyit még hagyj jegyezzek meg, hogy én annak is örülök, hogy így képviselőtársaim majd átérzik azokat a kellemes dolgokat, amikor velem kapcsolatban megindult egy vadászat a költségtérítésemet illetőleg, és hagyj, miután úgyis az idő eltelt, már így korán nem fognak hazaérni, és kénytelenek lesznek a gyerekeik helyett Havranek képviselő úr fejét megsimogatni adott esetben. Hadd mondjam azt el, hogy milyen szinten manipuláció ez az egész történet. Ugye, mikor lecsengett a költségvetési, vagy a költségtérítési dolog, utána jött ki a képviselői jövedelem lista, talán a 100-as lista alapján, és az MTI-nek a kormánykörökből, még egyszer mondom, Gálye Zoltán miniszterelnöki kabinet főnöksége idején, úgy adták ki, hogy a 100 leggazdagabb magyar között vannak képviselők, köztük Lázár János az egyik leggazdagabb. Ezt komolyan megkaptam SMS-be a telefonomra, és utána az MTI kénytelen volt korrigálni a hírt, hogy Gyurcsány Ferenc és Kapolyi László vezeti a listát. Ugye Gyurcsány Ferenc havonta olyan 20 millió forintnyi osztalékot vesz föl, adózott formában jelzem, tehát ott azért van jövedelem. Ennyi után fizetnek legalábbis adót. Persze úgy könnyű, hogyha valaki olcsóbban kap áramot. Ugye, olyan miniszterelnöke van az országnak, aki az emberek zsebéből kiveszi a pénzt gátlástalanul, és van bőr a pofáján a saját cégének olcsóbb áramot vetetni. Ez egészen megdöbbentő, szóval ez a mélypont. Ezért, szóval azt gondolom, Európában talán a Fekete Gánában van olyan miniszterelnök, akinek van bőr a pofáján, hogy megsarcolja a magyar vállalkozásokat, de az ő vállalkozása olcsóbban veszi az áramot. Ez egészen megdöbbentő. Ez egészen megdöbbentő. Most éppen ezért azt javaslom, hogy ezekkel foglalkozni kell. Tőlem az MTI kénytelen volt bocsánatot kérni, mert a listában nem vagyok benne. Aztán a HVG is csinált egy összeállítást, és a parlamenti képviselők között is a szerény középsorba tartozom a keresményemmel. Ott a vagyon értékelése nem zajlott. De én azt gondolom, hogy ez nem szégyelni való dolog. Én soha nem szégyeltem, hogy mi van. Én dolgozok keményen. Én abban a millióben nőttem föl, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét se kell szégyelni, az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Na, aznak annyi az élete. Ez az én véleményem egyébként. Tehát én ahhoz a mércéhez tartom magam, hogy az ember, ha egyszerű kétkezi munkás ember, akkor ahhoz a jövedelemhez képest érjen el valami. Hogyha egyetemi ember, akkor ahhoz a jövedelemhez képest érjen el valami. De akinek a saját társadalmi viszonyaihoz képest semmire nem futotta, semmit nem tudott letenni az asztalra, az ne üljön például a képviselőtestületben. Nagy baj lenne, ha olyan képviselők ülnének, akiknek semmiük nincsen, ezt kell mondjam. Ez helytelen lenne egyébként, teszem hozzá. De a jövedelem nyilatkozatok alapján, mintha érdekes dolgok derülnének ki. Na most még annyit hagyd mondjak el önöknek, hogy ugye én bugyuta módon a nagy átláthatóság jegyében nyilvánosságra hoztam a feleségem vagyonbevallását, és a fiam bevallását, és az előbb már említettem önöknek, hogy volt, akinek a kampányában ezt felhasználták, kiszámolták, átváltották az euróbetétet, átváltották a svájci betétet, milyen van a gyereknek. Azt remélem, hogy a hódmezővásárhelyi lányos anyukák legalább ebből a közérdekű tájékoztatásból érzékelték, hogy 20 év múlva jó parti lehet Lázár János Boldizsárból, hogyha a kamat és a forint euró árfolyam az jól alakul a következő években, lesz valami alapbázis megtakarítás. Úgyhogy ha másra nem erre jó volt, de hát az önök vagyoni viszonyait is majd nyomni fogják szórólapon. Én ezt nem tartom egészen jó dolognak, de hát tudják, hogy Tokaj szőlővel, mindennel,
lehet manipulálni a közvélemény, kérlet volt. Én azért tartottam ezt fontosnak, mert mindenről beszélni kell, és beszélni is fogunk erről. Ez az legjobb ötlet ma, hogy ki mennyi adót fizet Hódmezővásárhely városának például. Fizet-e egyáltalán adót, mióta fizet adót, mennyi építményadót fizetett korábban, most mennyi építményadót fizet, miért tiltakozott az építményadó rendelet ellen. Gondolom, hogy mindenkinek lesz annyi személyes bátorsága, hogy elmondja, hogy ő korábban a 2-300 négyzetméter után mennyi adót fizetett, mennyi adót fizetett a 70 négyzetméter után, más, és akkor lesz összehasonlítás, hogy miért is tiltakozunk annyira az építményadó ellen. Reméljem, hogy mindenkiben megjön a bátorság, rákapnak az ízére, hogy nyilvánosságra hozzanak minden adatot. Ez szerintem egy egészen fontos dolog. Nos, tisztelt képviselőtársaim, a napirendi pontokhoz visszakalandozva.